A vihar nyugat felől érte el a várost, este 6:30-kor egyre erősödő széllel és hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékkal. Dió nagyságú jég esett közel 20 percen át. Ez zivatar felhő, hát ami egy önálló életre kell, általában forgó mozgást is végez, ugyanúgy, mint a ciklonok. Pétervári Tibor észlelő azt mondja, egy ilyen szupercella kavargott Szombathely felett, ennek a magjában alakult ki és hízott nagy méretűre a jég. A vihart követően megyeszerte 64 esethez riasztották a tűzoltókat. 37 esetben fakidőlés, 17 esetben vízeltávolítás, 8 esetben pedig tető és kémények rongálódtak meg, valamint 8 esetben villamos és telekommunikációs kábeleket, vezetékeket tépett el a szél. Eznek a 64 beavatkozásnak az ömét a szombathelyi hivatásos tűzoltók, velük együttműködő kőszegi, csepregi önkormányzati tűzoltók, valamint 8 darab tűzoltó egyesület hajtotta végre az éjféli órákban. Az utómunkálatok során éjfél után 4 esetben riasztották még a tűzoltókat kárfelszámolásra. Több főút közlekedési csomópont szinte járhatatlan volt még órákkal a vihar után is. Egyes helyeken, különösen a nyugati városrészen lábszár középig ért a víz. A következő napokban ilyen rendhagyó időjárási jelenség ugyan nem várható, de nagyobb mennyiségű eső még eshet. Még az éjszaka, illetve holnap délelőtt elég jelentős csapadék hullik itt nálunk a szombathelyi kistérségben is. Ez általában ilyen záporás és zivatar lesz, de a vége az már ilyen csendes eső. Illetve hát megerősödik majd a szél is, az több napig kísérő jelenségünk lesz, úgyhogy olyan 3-4 napig biztos erős vagy időnként viharos lesz a szél, és a 20 fok körüli hőmérséklet, sőt talán csütörtökön még a 20-at sem érjük el, és majd jövő hét elejétől kezd melegedni a levegő. Tegnap este nem csak Szombathelyen, hanem az ország határhoz közeli vasi településeken is jégeső hullott. A kőszegi várszínházban is elmaradt az előadás, amit csütörtökön pótolnak majd, ha nem esik az eső.